Az eseményen részt vettek a városban tartózkodó Schwarzheide-ből és Krosno-Ordranicki-ből érkezett testvérvárosi delegációk is, akik ötlet és tapasztalatcsere céljából hallgatták végig a projektet bemutató prezentációt, ugyanis a városok közötti együttműködés egyik alappillére a települési, gazdasági fejlesztések megismertetése egymással. Nagyon sok olyan tapasztalatot szereztünk a hulladék udvar kiépítése kapcsán, amelyet itthon megosztva a szakemberekkel mi is tovább tudunk, és remélem, hogy tovább is fogunk tudni fejleszteni, illetve gondolni. Azok a javaslatok, amelyek ott elhangzottak, tolmácsolásra kerültek a karcagi szakemberek részére, azoknak a szakembereknek a részére, akiknek majd a megvalósítás lesz a feladata, és el is indult ebben az irányban az együttműködés, tehát Karcagon is várható a következő években egy hulladékudvar kiépítése. Balajti József, a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Ügyvezetője ismertette a projekt karcagvárosi fejlesztéseit. Feladat volt és fontos cél volt a lerakón képződő depónia gáznak az összegyűjtése és annak a kezelése. Ez azért fontos, mert a depóniagáznak van olyan összetevője, amely az üvegházhatású gázok közé sorolható és jelentős hatással bír az üvegházhatásra, ez konkrétan a metán. És ennek a metán tartalomnak a kinyerése, ártalmatlanítása ebbe a projektbe valósult meg. Itt gázgyűjtő vezetékeket látunk a képen, és itt látjuk a gázkezelő rendszernek a további részeit, a gázgyűjtő rendszernek a különböző szabályozó csapjait, látjuk itt az összegyűjtő, ahol külön lehet szabályozni ezeket a gázkutaknak a működését, és egy mobil gázfákjázó, egy konténerben elhelyezett mobil gázfákja berendezés került beüzemelésre. Ez egy nem túl nagy lerakó, ez a városnak annak idején egy saját lerakója volt, ezért nem képződik olyan mennyiségű depónia gáz, ami jóval nagyobb beruházást megmozdítana és elindítana. A hulladékkezelő telepnek a infrastruktúrájának a fejlesztése történt meg. Itt jellemzően szociális épület, különböző közlekedő utak és hulladékválogató vagy hulladék előkezelő csarnok épült meg, illetve a különböző hulladékok kezelésére térbeton valósult meg, amely gyakorlatilag a csurgalékvíznek az összegyűjtésével és kezelésével van ellátva. Itt látható a képen ez az új szociális épület, ami megépült, közlekedő utak, parkoló. Itt egy 60 tonnás hídmérleg valósult meg. Itt a bal alsó sarokban látszik egy tűzivíztározó és egy mechanikai előkezelő csarnok. Megépült a mechanikai előkezelő csarnok, melybe a vegyes kommunális hulladék előkezelésére alkalmas gépcsarnok került beépítésre. A háztartásban képződött szerves hulladék kezelése, komposztálása és továbbértékesítése is megvalósult. Az elkülönítetten gyűjtött, szelektív hulladékot kézi válogatást követően bálázzák, és a kialakításra került bála tároló színben raktározzák a hasznosításra történő továbbadásig. A fejlesztések mellett az elkülönített gyűjtéssel kapcsolatos szemléletformálás is célja a projektnek, melyet tükröz a cég jelmondata is. Legyen ön is válogatós!